láttuk meg egymást legelőször, de akkor még én bennem annyira nem tisztázódott, hogy mi is lesz majd ebből. A szimpátia egyből kölcsönös volt, és aztán eltelt 3 év folyamatos ismerettséggel, ami kiforrott az, hogy 2013-ban már még így hivatalosan is összejöttünk, a fogalmazhatok így. És hát hogyan? Hát természetesen egy tánc rendezvény alkalmával ismerkedtünk meg, ahová én elmentem, mint vendég, egészen véletlenül sodort oda engem az élet, de most már tudom, hogy miért, és Gábor ott láttam meg, ott fogadott engem először, és így ismerkedtünk meg. Érdekessége, hogy mint a tánc, mint rituális eszköz egy kapcsolatnak, ez a mi életünkben is közös volt, és pont ez volt szerintem egy kihívás, hogy függetlenül, hogy mind a ketten tudunk táncolni, de mégis ezt a szintet meg kell lépnünk, hogy egymást elfogadni és egymás látókörébe kerülni. Igen, tehát rituális jellege volt az egésznek, hiszen nem egyik napról a másik napra ment, hanem ez egy hosszas idő volt, és 2010-2013 ez egy 3 éves átmenet volt, amikor is a tánc végére értünk, a rituálénak a részére, és innen pedig a közös táncunk az, ami az életnek azon része, ami már közös jövő, közös tánc. Én úgy gondolom, hogy egy lány életében már egész kiskorától kezdve, és ez nem is így volt, mindig a maga az esküvő, az én nagy napom, az, amikor egyszer valaki elvesz feleségül, ez mindig én prioritásban volt, és ugye amikor már így élettársi kapcsolatban éltünk, összeköltöztünk 2 éve már, hogy összeköltöztünk, mindig egy ilyen nagyon, hát úgy is mondhatnám, hogy aktuális kérdés volt mind a családban, mind számomra az, hogy ha már tényleg így együtt vagyunk, és minden ilyen jó, akkor ez egy következő lépcső. Nek kell jönnie, mégpedig az, hogy összeházasodunk. Nem feltétlen a papír miatt, de természetesen ez is fontos, hanem inkább maga az, hogy ez egy ilyen úgynevezett végleges kötelék, ami az életünkben van. Egy férfinek az a legfőbb kihívás, hogy egy nőnek a kedvében járjon, és úgymond a rituálénak is ez a része, hogy elcsábítsa a női egyedet. És én ugyanezen voltam, hogy tudom, hogy egy nőnek az álma az gyerekkora óta, hogy eljön neki az a nagy nap, hogy megtalálja a párját, és ez egy férfi szempontjából ez abszolút kihívás, és én a kihívások embere vagyok, a többi férfi társammal együtt, akinek az a lényege, hogy a jövőjét építve a családnak a kialakítása az itt kezdődik, hogy megszerezze a nőt, hogy a élet célját ezáltal elérje, és innen egy újabb szintre lépjen, mint hogy a család, a jövő és a gyerekek. Mi első körben nem is gondolkodtunk azon, hogy esetleg valamelyik szülőnél költözünk össze, habár ugye nem volt könnyű, mert én nem itt laktam, egy másik városban éltem, és ezért nem volt egyszerű az, hogy találjunk egy közös lakást, illetve az élet más területein is itt is el tudjak helyezkedni. De mindig is ez volt a fő gondolatunk, hogy ketten költözzünk össze, külön háztartásban, és ez nem azért, mert hogy a szülők bármiféle hátrányt jelentettek volna, de mégis úgy gondoltuk, hogy ebben a világban, amit most élünk, ez sokkal inkább kivitelezhető és természetesebb, hogy mi ketten az új kis életünket a saját gondolataik szerint, a saját stílusunk szerint vezessük együtt, és ezért nem is gondoltunk arra, hogy esetleg valamelyik szülőnél lakjunk. Ha az a kérdés, hogy most melyiknek van előnye, hátránya, szerintem a mai kontextusban nézzük azt, hogy külön a szülőktől élünk, szerintem abszolút pozitív, hiszen régen a paraszti világban generációk nőttek fel egymás mellett, háztartásban is úgy alakították ki, hogy különböző szintekre, lakó szintekre, hogy az időseké, a fiataloké a szint. Viszont szerintem a mai világban úgymond mindenki a maga háztartásában tapasztalja meg az előnyöket is, és ugyanakkor a hátrányokat is, ezzel felkészülve a közös életre, hiszen tudjuk jól, hogy az ember halandó is, nem mindig állnak mögötte a szülei, és szerintem ha ez már így az első együttlakásnál megtapasztalja, akkor a későbbiekben az esetleges problémákat sokkal jobban ki tudja küszöbölni, és úgymond talpra esetben tudja ezeket a problémákat megoldani, hogyha így már egyből saját szárnyukat lengetve éljük meg ezeket a tapasztalatokat.
Soha nem fekszünk le haraggal. Mindig úgy fekszünk le este, hogyha esetleg egy kicsit össze is veszünk előtte, akkor addig beszélgetünk, vagy addig közeledünk a másikhoz, ameddig úgy nem tudunk lefeküdni, ahogy minden este szoktunk, hogy megpuszíjuk egymást is, és együtt alszunk el tényleg szeretetben, boldogságban. És ezt meg is fogadtuk, hogy ezt nem csak így a párkapcsolati szinten, hanem majd a házas életben is, és majd a gyermekeinek is ezt tanítva, hogy sose feküdj le haraggal, mindig tiszta lappal indítsd a napot. Mind a ketten vallásosak vagyunk, és ezt szeretnénk továbbadni a gyermekeink részre, hiszen szerintem csak ennek van jövője, hogyha valaki katolikus egyházi szeretetben neveli a gyermekeit, és mutatja azt a légkört, mutatja azt az atmoszférát, amiben igazából nevelkedett, mert mondhatni, hogy a szülőtől kapott neveltetés az egyfajta iránymutatás annak, hogy hogyan is lehet elképzelni a jövőt. Mi ennek is képzelem az életünket 10 év múlva. Hát elsősorban mindenképpen gyermekekkel, 2 vagy 3 lehetőség szerint, ahogy majd hozza az élet, de nagyon szeretnénk nagy családot, hiszen mind a ketten testvérrel nőttünk fel, mind a ketten olyan családban nőttünk fel, ami mindig is egy teljes család volt, és egy szeretetet sugárzó család, úgyhogy szerintem mind a ketten családcentrikus nevelést kaptunk, és természetes, hogy ugyanezt fogjuk továbbadni a saját kis családunkban is. Én úgy gondolom, hogy hasonló, vagy szinte ugyanilyen boldogságban fogunk élni, mert annyi mindent kibírt már a kapcsolatunk, hogy én úgy gondolom, hogy soha nem lehet olyan nagy dolog, ami miatt esetleg elfordulnánk egymástól. Úgyhogy számomra ez nem is kérdés, meg nem is kérdőjel, hogy mi ugyanígy 10 év múlva ugyanígy leszünk itt együtt. És hogy 10 év múlva majd hogyan lesz ez? Hát szerintem beszélnek majd a gyermekeink 10 év múlva, és hogy ők hogyan látják azt az életet, amit ők kapnak tőlünk, mint majd 10 év múlva. Szerintem ez mindenféleképpen megérne egy beszélgetést.